Református óvoda Kisvárdán, a 75 férőhelyes óvoda maximális létszámmal kezdte működését szeptember 1-én. Véget ért a Vidor, a legjobb nagyszínpadi előadás díját a Békés Csabai Jókai Színház Énekes Madár című produkciója kapta. Érem eső, 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a leveleken megrendezett jetski felnőtt Európa-bajnokságon és junior világbajnokságon. Református óvodával gazdagodott Kisvárda. Az intézmény a város idén 30 éves református oktatásának évfordulóján épült a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programja keretében. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A 75 férőhelyes óvoda maximális létszámmal kezdte működését szeptember 1-én. A 2020-ban indult beruházás idén áprilisban fejeződött be. A fejlesztés több mint 465 millió forintos kormányzati támogatásból készült el. Miközben hálásak vagyunk gyermekeinkért, a következő nemzedékért, a közben mindazt tovább tudjuk nekik adni, amit ránk bíztál. Hálaadó istentiszteletet tartottak a kisvárdai Gyöngyszem óvoda átadása alkalmából. Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésén elhangzott, a mélyen élt kereszténység maga a gyermeki hit, amely a bizalom magától értetődőségéből fakad. Fontos, hogy a gyermekek megtapasztalják ezt az ősbizalmat, ne csak a családban, hanem a nevelési, oktatási intézményekben is. Nem csak az egyház jövője, hanem a nemzet jövője is a gyermekeinkben van. Az a befektetés, amit az ő nevelésükbe, az irántuk tanúsított szeretettel elvégzünk, az majd meg fog térülni a következő generációkba. Azt akarjuk, hogy itt magyar földön magyarul énekeljenek, imádkozzanak, és magyarul neveljék majd a gyerekeiket évtizedek múlva is az emberek. Akkor bölcsödét, óvodát, iskolát kell építeni, és a templommal összekötni. Ez történik Kisvárdán, 66 intézményünk református egyház keretében újul meg, vagy pedig épül újjá, több mint 10 000 gyermeknek fogunk most már ellátást adni, nevelést adni, és itt a Gyöngyszem, az az egyik Gyöngyszem, az a kisvárdai Gyöngyszem óvoda. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, a református óvoda program keretében összesen több mint 70 helyszínen történt fejlesztés. Nagyon nagy léptékben tudtuk elindítani az elmúlt egy évtizedben mind a Kárpát-medencei óvodaprogramot, mind pedig katolikus, református, evangélikus és hozzáteszem önkormányzati óvodaépítéseket. És ezen belül a református óvodaprogram is hatalmas nagy eredményeket hozott már eddig is. Összességében azt mondható el, hogy közel 71 helyszínen több mint 5500 férőhely újult meg, illetve épül. Ebből az 5500-ból 3300 teljesen új. Ez óriási nagy dolog, hiszen az a sok-sok kisgyermek, illetve a szüleik, akik elkezdik most az óvodát, illetve a szüleik, akik merték vállalni a gyermekeket, azok sokkal jobb körülmények közé vihetik a gyermekeiket. Mindemellett pedig nyilván egy dolog az, és nagyon fontos történet az, hogy épülnek, szépülnek óvodáink szerte Kárpát-medencében, de nyilván a beltartalom a legfontosabb, és egyházaink biztos, hogy ebben nagyon sokat tudnak tenni, hogy lélekben is, magyarságra való nevelésben is, nemzetszeretetben is ezeket a kicsiket jó irányba terelgessék. Az óvoda a kisvárdai református templom közvetlen szomszédságában áll. Az épületben többek között 3 csoportszobát, torna és fejlesztőszobát, valamint egy 800 négyzetméteres játszóudvart is kialakítottak, a hitoktatás pedig új módszerrel zajlik majd. A városban idén 30 éves a református oktatás, az intézmény ennek évfordulóján épült. Én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb és legjobb dolog ez, és nagy jelentősége van, hiszen református egyházközösségnek még ennek a felekezetnek nem volt óvodája, úgyhogy, és a legjobb pedig az, hogy 75 gyerek, tehát 3 csoporttal fogunk működni, és mind a 3 csoport most jelenleg már megtelt, úgyhogy én azt gondolom, hogy bizakodóak vagyunk, és jó Istenben hiszünk, és tudjuk, hogy ez nekünk nagyon jó lesz. A Gyöngyszem óvoda alapkövét 2020-ban tették le. A beruházás idén tavasszal fejeződött be. A fejlesztés több mint 465 millió forintos kormányzati támogatásból épült.
Szombaton véget ért a 21. Vidor Fesztivál, a Trokán Péter vezette zsűri kiválasztotta a díjra leginkább érdemes előadásokat és színművészeket. A legjobb színpadi előadás díját a Békés Csabai Jókai Színház Énekes Madár című produkciója kapta, az életmű díjat Lukács Sándor, a Víg Színház művésze veheti majd át. A fesztivál utolsó napjaiban is nagyszerű előadásokat láthatott a nagy érdemű. Pénteken a Kamarában nagy sikerrel játszotta az Árcintér Terence McNally Ketten egyedül című végjátékát. Frankie és Johnny kollégák egy étteremben. A munkahelyi flörtből egy szenvedélyes éjszaka lesz, ezzel pedig kezdetét veszi egy hajnalig tartó mulatságos beszélgetés. A pincérnőt Ulman Mónika, a szakácsot Makranci Zalán alakítja. Mindketten nagyon szeretik a kamara előadásokat. Én mind a kettőt nagyon szeretem, nekem segít, szeretem a nézők közelségét, és szeretem, hogyha van egy partner, akinek a szemébe tudok nézni, és közösen lehet vele játszani. Nekem ez nagyon ideális, én ezt imádom. És ön mit gondol erről? Ez a legtökéletesebb helyzet, amikor van egy jó partner, van egy jó darab, és még nézők is szórakoznak, az már csak külön élmény. Az idén Trokán Péter színművész vezette a zsűrit, amelyben 3 nézővel dolgozott együtt. A szakember és a közönség véleménye szinte mindig egyezett. Én amikor színházba ülök, akkor én nagyon tudok néző lenni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy most úgy nézem az előadást, hogy én vagyok a zsűri elnöke, és ráadásul egy profi színész, aki már több évtizedes múlttal rendelkezik, hogy rengeteg előadást néz. Nem. Abban a pillanatban, hogy az előadás jó, én elfelejtem azt, hogy én valahogy színpadon voltam, akkor én úgy tudok sírni, nevetni. Tehát ezért furcsa, hogy azt mondják, hogy van társadalmi zsűri, meg szakmai zsűri. Ebből a szempontból a színház az egyformán nézi mindenki, bármilyen címe van. A díjakat a művészeknek a Móri Zsigmond Színház igazgatója házhoz viszi majd. A legjobb nagyszínpadi előadás a Békés Csabai Jókai Színház Énekes Madár című népi játéka, a legjobb rendező Borgula András Gólem Színház, a legjobb férfi alakításért Király Dánielt, a legjobb női alakításért pedig Pokorniliát jutalmazta a zsűri. Az idei fesztivál életműdíjasa Lukács Sándor lett. Ismét komposzt és vásárlási utalvány jár a külön válogatott hulladékért, nem csak Nyíregyházán, Máté Szalkán is megszervezik a Hulladékért virágot akciót. A kezdeményezés évről évre népszerűbb, a Covid előtt közel 300-an éltek a lehetőséggel. Zsák és ásó bekészítve a komposztföld új gazdáját várja a Kerék utcai hulladékudvarban. Azok kaphatnak belőle, akik gondosan szétválogatott hulladékot visznek cserébe. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2004 óta minden tavasszal és ősszel megszervezi a Hulladékért virágot akciót, amelynek egyik célja a szemléletformálás, hogy a fókuszt a szelektív hulladékgyűjtésre irányítsák. Külön válogatott szelektív hulladékokat várunk a lakosságtól, tehát papírt, PET-palackot, műanyagot, esetleg fémet, öblösüveget, és adott kilogrammok után adunk komposztot virágültetéshez, illetve vásárlási utalmányt, amiben Nyíregyháza városban számos helyen válthatnak be. Nagyon diverz a lehetőség, az állateledeltől kezdve a fürdőn át a színházig beválthatók ezek az utalványok. Hiszen ahogy szokták mondani, a hulladék érték. 10 kg papír hulladékért 50 forintos vásárlási utalvány jár, akár csak 5 kg fémért vagy 10 kg öblös üvegért. Ettől többet 100 forintot ér 3 kg PET palack. Akik pedig egyéb műanyag csomagolási hulladékot vagy italos kartondobozt visznek be, azok kilogrammonként 1-1 kg növényi hulladékból készült komposztot kapnak. Az elmúlt 2 év sajnos a Covid-helyzet kimaradt. Utolsó alkalommal, ha jók a statisztikáink, akkor olyan 300 résztvevője volt ennek a programnak, tehát annyian hoztak be, és összesen a különböző papír, műanyag, fém és üveghulladék összesen olyan 20 tonnát tett ki, ami szerintem szép mennyiség. Én úgy gondolom, hogy a létszámon, a résztvevők számán még mindenképp lehet és kell is emelni, de bízunk benne, hogy ebbe az évben sikerül. Az összegyűjtött hulladékot szeptember 5-től 17-ig lehet leadni Nyíregyházán a Kerék utcai vagy a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban. Sőt, Máté Szalkán az Ecsedi út végén is beváltható a hulladék, akár ajándékutalványra, akár komposztra.
1944. szeptember 6-án több száz bombát dobtak le Nyíregyházára a szövetséges csapatok. A bombázás során 80-an meghaltak, és mintegy 1000 ember elveszítette hajlékát. A 78 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek kedden délelőtt a megyeszékhelyen, az állomás épületén elhelyezett emléktáblánál és az északi temetőben. Miután a repülőgépek kötelékbe rendeződtek, elindultak az első kijelölt ellenőrzőpont Eszék légtere felé. Holmár Zoltán történész szerint 1944. szeptember 6-a az a nap volt a város történetében, amikor a nyíregyházi lakosok először szembesültek testközelből a II. Világháború borzalmaival. Az amerikai vadászgépek 78 éve ezen a napon indultak el százával Olaszországból, azzal a céllal, hogy három hullámban bombázzák a nyíregyházi vasútállomást és annak környékét. A híradások szerint több mint 1000 bombát szórtak ki a gépek. 80 halottja volt ennek a tragikus napnak, több tucat sebesültje, könnyebb, értve nehezebb módon megsebesült emberek számára foglalja ez magába. Rengeteg földszintes lakóház ugye a hamumartalékává válik a környéken, elsősorban a vasútállomás gyönyörű épület, ami 1909-ben lett átadva, vele szembeálló 1928-os felavatású szabolcsszálló, a környező utcák lakóházai, úgy mint a Toldi utca, Árpád utca, Deák Ferenc utca, Ana János utca, József András utca lakóházai, tehát szorványosan 250 kg-os romboló bombákkal pusztították el az amerikaiak, ugye mindössze három hullámban támadtak, ez 15 percet foglalt magába, de így is közel 75 millió pengős kárt okozott. A történész elmondta, a bombázást követően közel 1000-en váltak hajléktalanná. A helyiek még a támadás közben megkezdték a bajba jutottak kimentését. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere szerint a történelmi tragédia tanulsága és egyben üzenete a mai generációk számára az összefogás fontossága. Az emlékműnél koszorúkat helyeztek el a város és a megye intézményeinek megemlékezői. Ennek a mai eseménynek nyilván az a mondani valója, hogy 78 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, amikor itt a környéket lényegében teljesen lebombázták, ugye, és eltűnt nagyon sok minden, amit eddig azok az emberek építettek, akik ott vagy meghaltak, vagy megsebesültek, vagy éppen hajléktalanná váltak, hogy szegényebb világban, amikor már egy 4-5 éve megy a háború, akkor egy nagy összefogással hogyan lehet elkezdeni eltakarítani a romokat, hogyan lehet megoldani a segélyezését azoknak, akik éppen akkor hajléktalanná váltak, és az erre épülő generációk, hogy eljöjjek addig, amíg ez a nem tudom, negyedik új épület felépült itt a nyíregyházi állomás történetében, lehet ezekkel az összefogásokkal egy sokkal szebb és jobb világot építeni. A túlélők visszaemlékezései szerint a légiriadót követően a lakosság az óvóhelyekre menekült. Sokak számára, akik épp a piacon voltak, a takarékpalota falai nyújtottak oltalmat. Mások arról számoltak be, hogy sötét füst borította el az eget, amelynek egy része a dohánygyár épületéből jött. Így nézett ki a támadás előtti vasúti pályaudvar, ma pedig így. A gasztronómia és a hagyományok jegyében telt a hét utolsó napja a Sóstói Múzeumfaluban. Több mint 3000 látogató érkezett a Régi Magyarország Ízei című fesztiválra, melyet immár 5. alkalommal rendeztek meg a Skanzenben. A különleges tájételek mellett táncház, játszóudvar, kiállítás és zene is várta az érdeklődőket. Volt, aki citerát ragadott a Sóstói Múzeumfalu gasztronómiai fesztiválján. A Régi Magyarország Ízei című rendezvényre több mint 3000-en látogattak ki vasárnap. A főzőcsapatok szűkebb hazájuk ételkülönlegességeit készítették el a vendégeknek. Sóstói Múzeumfalu Régi Magyarország Ízei rendezvény idén már 5. alkalommal került megrendezésre. 22 csapat jött el végül, de több mint 40 féle étel készült el bográcsba, üsbe, kemencébe, vagy éppen tárcsán. Úgyhogy nagyon sok finomság készült. Eléggé sok etnikum is eljött hozzánk, a roma nemzetiség önkormányzat, a német nemzetiség önkormányzat is itt volt, természetesen a tirpákok sem maradtak otthon, és a Bokortanyákért Egyesület volt a vendégünk a rendezvény folyamán.
Természetesen fontos volt az, hogy a főételek különböző stílusban készüljenek el. Aludt teljes krumplis prósza, platós lángos és gólyafos. Csak néhány a manapság már kevésbé ismert fogások közül. De csülkös pacalt, sőt, kolbászos babfőzeléket is kóstolhattak a hagyományos ízek kedvelői. Különleges ízvirágot varázsoltak a bográcsokban, és hát természetesen a Sóstói Múzeumfalu csapata is készült, hogy emlékezzünk meg róluk is, gólyafost készítettek, a nyíri mezőség egyik különleges fánk típusú étele, és hát platós lángost is sütöttek, azt már hajnal 6 óta készítették. Táncház, gyermekprogramok, és egy folkbeat koncert zárja a napot. Reméljük, hogy mindenki a népi ízek mellett kulturális elfoglaltságot is talált erre a napra. És föl, le, föl, egész jó. Sokszínű programból akadt bőven. A közönséget a Langaléta garabonciások csapata vette le a gólya lábáról, a táncházban pedig a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki elsajátíthatta az egyszerűbb lépéseket. Kilenc érmet szereztek a magyar versenyzők a leveleken megrendezett jetski felnőtt Európa-bajnokságon és junior világbajnokságon. A felnőtteknél 3 arany és 2 ezüst érem került hazai versenyző nyakába, a fiataloknál pedig 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem maradt itthon. Egy rajta sok közül a leveleki tavon, ahol 20 ország 80 versenyzője mért össze tudását 3 napon keresztül. A kontinens viadalon és a junior VB-n egyaránt 3 döntőfutamot rendeztek, ezek során dőlt el az érmek és a helyezések sorsa. A 20 versenyzőt számláló magyar csapatból 5-en állhattak a dobogóra a kontinens viadalon. Az Európa-bajnokságon 5 érmet szereztünk, 3 aranyérmet és 2 ezüstérmet, tehát itt Cseke Zsolt a Runabout Veterán GP1-ben magabiztosan megnyerte a magyar nagydíjat, második lett Kéri Attila, tehát ebből a kategóriába 1-2-t tudtunk elhozni. Major Marcel megvédte az Európa-bajnoki címét a Runabout GP4 kategóriában, Kassa György nagyon magabiztos versenyzéssel mind a 3 futamot megnyerve nyerte a Runabout GP1 kategóriát, és Jászai Csongor a felnőttek között a Ski GP3 kategóriában ezüstérmes lett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Ezen kívül még 4 pontszerző helyezést is begyűjtöttek versenyzői. A junior VB-n Puskás Zekő kategóriájában első lett, Komonyi Lajos és a magyar licenszel versenyző szlovák Marvin Boguslav a második helyen zárt, Jászai Csongor pedig a 3. helyen végzett. Mint Szabó Tünde elmondta, a fiatalok körében egyre népszerűbb a sportág. Egy nagyon fiatal sportágról van szó, a technikai sportágakat tekintve a legfiatalabb sportágról, hiszen 1982-ben rendezték az első világbajnokságot, és azóta ugye 91-től Magyarországon is vannak országos bajnokságok minden évben. Ez is azt mutatja, hogy nagyon fiatalok vannak a vízben, és megmérettetik magukat, és az is mutatja, hogy junior világbajnokaink vannak, Európa bajnoki futamokat nyernek a mieink, és ezáltal van is esélyünk, hogy Európa bajnokok legyenek. Úgyhogy nagyon fontos lesz a jövőben, hiszen nekünk is az a szerepünk, hogy minden sportágban lehetőséget kínáljunk a fiatalok számára, hogy kipróbálják magukat, és amiben tehetségesek, abba ténylegesen oda is tudjanak állni nemzetközi vonalon, és mi pedig büszkék lehessünk rájuk. A szervezőknek az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is meg kellett küzdeniük egy problémával. 3 hónapig könyörögtünk azért, hogy egy csepp eső is essen, és nem a verseny miatt, hanem a gyönyörű leveleki tónak az életben maradásáért, és ehhez képest, amikor megkezdődött a verseny első napja, ugye a tegnapi napot, mert ma már egy napfényes napot látunk, akkor szakadó eső. Tehát ez a Murphy törvénye, erre nem tud az ember ezt nem tudja lereagálni, erre nem lehet felkészülni. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy van egy mélyvizes részünk, és annyit kellett változtatnunk az elmúlt 3 év versenyénhez képest, hogy eltoltuk a pályát, és így ugyanúgy egy mély vízbe meg tudtuk rendezni, tehát hál' Istennek van egy 2-3 méteres vízünk, úgyhogy így minden rendben van, és a nap is kisütött.
A Nemzetközi Szövetség képviselői maximálisan elégedettek voltak a leveleken tapasztaltakkal, és már elkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy jövőre világbajnoki futamokat láthassanak a tavon a sporták szerelmesei. Kedden délelőtt tartotta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága a 2022-23-as megyei kupa második fordulójának sorsolását. Az első körben továbbjutott 13 együtteshez most a nyitó fordulóban kiemelt Balkány, Nagyecsed, Újfehértó trió is csatlakozott. A második forduló 8 mérkőzését szeptember 28-án szerdán játsszák le a csapatok. A továbbjutás valamennyi helyszínen egy összecsapáson dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú egyesület jut tovább, ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A megyei kupa második fordulójának párosításai a következők: Gyulaháza Kálósemjén, Mándok Nagyecsed, Újdombrád Ibrány, Biré Nyírbátor, Tarpa Máté Szalka, Újfehértó Balkány, Pátruha Csenger Sima és Gergely Jugolnya Nyírbéltek. Innen értelemszerűen ugye a 8 győztes továbbjut, és a következő fordulóra majd már tavasszal kerül sor, 2023. március végén várhatóan. Addigra pedig meg fogjuk tudni, hogy innen a megyei kupából hány csapatot fogunk tudni feladni a főtáblára, hiszen 2023. februárjában lesz MLS elnökségi döntés, hogy a különböző megyék hány együttest tudnak majd a főtáblára kvalifikálni. Ugye az elmúlt évben 6 együttes tudtunk adni, de volt olyan év, amikor 3-at vagy 4-et, ezt még nem tudjuk előre. Értelemszerűen a megyei kupát ugyanúgy végigjátsszuk, mint az elmúlt években. Az utolsó két szezonban ugye a kisvárdai centerpán játszottuk le a megyei kupa döntőt, tehát mindenképpen végigvisszük a döntőig, de az, hogy pontosan hány együttest tudunk feladni, ez majd csak jövő februáron derül ki. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Református óvodával gazdagodott Kisvárda. Az intézmény a város idén 30 éves református oktatásának évfordulóján épült a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programja keretében. A 75 férőhelyes óvoda maximális létszámmal kezdte működését szeptember 1-én. A 2020-ban indult beruházás idén áprilisban fejeződött be. A fejlesztés több mint 465 millió forintos kormányzati támogatásból készült el. Szombaton véget ért a 21. Vidor Fesztivál, a Trokán Péter vezette zsűri kiválasztotta a díjra leginkább érdemes előadásokat és színművészeket. A legjobb nagyszínpadi előadás díját a Békés Csabai Jókai Színház Énekes Madár című produkciója kapta. Az életműdíjat Lukács Sándor, a Víg Színház művésze veheti majd át. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a leveleken megrendezett jetski felnőtt Európa-bajnokságon és junior világbajnokságon. A felnőtteknél 3 arany és 2 ezüstérem került hazai versenyző nyakába, a fiataloknál pedig 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem maradt itthon. Szeptember 6-án hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként lehet zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.